Oléj! Szevasztok gyerekek, Ürba csatornájképpen érkezik a következő videóval, aminek a célja egy különleges dolog. Jóó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 
mond. Na, srácok! Úgy gondoltam, hogy ma megint egy különleges résszel indítunk. 12 óra 36 van. Bele kell húzni, bele kell csapni a lecsóba, mert rengeteg dolga van a gépernek. Először is nagyon gyorsan haza kellene menni ezzel a nagyon sok lobbal. Nagyon gyorsan ki kellene ezt, hogy figyeld a kánya bazze, hallod? Majdnem rám rökült, hú vagy. Hoppá! Majdnem elröpült a tökömnél lábam között. Ja, meglepődtünk egy kicsit. Figyeljetek gyerekek, 33. napban lassan újra termelődnek a lootok mindenfele, amerre jártuk már. A legelején, tudjátok a legelején, mivel 30 napos loot visszatermelődési intervallumra van állítva default a játék, nem akartam piszkálni, milyen érdekes lenne behúznál ilyet egyre, ne? És akkor minden egyes nap ki tudnád lootolni ugyanazok az épületeket. Azért az sem lenne gyenge, várjatok, el kell raknom az üveget, egy boros üveget innen, hogy lássam a izét. Itt nyomunk egy balos tezerrel, hogy lássam a... nem látom, hogy mennyi üzemanyagunk van, jobb lassan sarokba. Még 3 percig el van törve a lábunk, úgyhogy addig valahogy kibírjuk, elüdögelünk a motoron, a Samsonon, aztán utána veretjük neki, mint az őrüttek. Tényleg rengeteg dolgot a keeper meg akar valósítani, úgyhogy bocs, ez fakereszt. Álljál meg, szálljál le a motorról, nézzük meg, ja, nincs ebben semmi, úgyhogy ez nekem jó. A drónyban vannak dolgok, de nem kell futkosni, mert akkor fölfele megy az a izé, ez a számláló, már 3 perc, 40. Úgyis sokat követnünk, úgyhogy ráérünk. Drónt meg elhagytuk, mint ebbe a szarát. Szoktam mondani, drága édesapám, hogy nem kicsit, hogy nevezik ezt? Sanyi, miért kell mindig ásnod minden rohadt videó indításkor, neki kell állni, ásni. Na, figyeljetek, ki kellene szórni olyan dolgokat, ami annyira nem kellene, meg várjál, military glove, ez nekem ilyen. Figyeljé, várjál már, álljál le, egy kicsit összekeszedem magamat, mert nem tudom, mit csinálok. Tényleg, gyógyszer. Az jó van. Figyelj, ilyen 110 kül, meg ilyenek, azok nagyon annyira köllenek nekem, de miért nincs felkapcsolva a lámpám? Mert nekem mindig így van, hogy föl van. Egyébként írtátok, vegyem lejjebb egy grafikát, mert akkor jobb lesz az FPS, hát sajnos nem. Mivel ugye izé problémák vannak itt. Ez a simma, ez is jobb, mint az enyém. Úgy gyerekek, de most egyelőre ezt nem fogom tudni itt csinálni, mert a keepernek rengeteg dolga van, érted? Ez mennyibe kerül? Mert ma egyből azt nézzük, a fegyver van sörétet, a sörétet azt szerezte keeper meg. Figyelj, ezeket el kellene adni. Azokat magamnál kéne hagynom, mert méne. Az a baj, annyi minden van. Egyébként, és igazából nagyon bele kellene húzni, mert tényleg a keeper kitalált valami olyat, ami nagyon-nagyon boba lenne. Figyelj, 8 darab ilyen izét, ilyen cérnát szereztem, nem tudom, mit ráboltunk ki, hallom. Egy izét, egy ilyen... bautot? Várja, mi van nálad, tesó? Mi az, ami nálad van? Ez kell nekem. Hadd mutassad meg az eladó cuccok, van nekem nálad, de... Mert a keepernek az kellene, eladó cuccok, megnézzük, hogy mi van. Igen, ez is. Ezeket mind eladjuk. Figyelj, Axi, az elektronyosban való. Az a baj, még ilyeneket nem nagyon merek eladni, mert hát, hogyha köllene, tudod-e. És ez mechanikus, ez nem elektronyos. Jó, a mechanikusba belerakjuk ezt, és igazából húzunk el, mint a vadlibák. A fegyver... ilyen modifikációt, meg ugye mi előtte adsz fegyvert, vagy valamit, akkor érdemes. Belép a kúnyi. Jó van gyerekek, mit akartam ide kirakni? Ezt. És nézzük meg, hogy milyen esetleg drága dolgom van, amit így át tudnék adni, és biztos, hogy nem kell. Gyorsan átnézem, jó? Ezt ilyenkor érdemes szerint, de 43-at adnak egy ilyen géppuskáért, hallod? Na figyelj, ezt például biztos, hogy nem fogom használni, meg ezt sem fogom használni, de ebben egy modifikációt fogok is pettintani. Ezt low sort se ér. De ezeket megtartsuk. 1200, ez tök jót ér. Ezt eladom, mert nem használom.
Jó, és abban viszont modifikációkat ebben három bele kellene, vagy ebben kettő pot ittani, mert akkor sokkal többet ér. A páncélnál van valami iszonyat jó drága cucc. Ezt is el kellene adni. Ez a csimma, ez ugye rosszabb, mint az enyém. Van ez a csimma, amelyik sokkal jobb, úgyhogy ez a csimma megy a levesbe. Nézem, hogy mit adnak, ezt is eladjuk. Figyelj gyerekek, el fogom adni az olyan dolgokat, mert minek érted? Ezt is eladjuk. Ezt is eladjuk. Ezt is eladjuk, most aztán eladok minden borjár a gyerekek, ne vicceljetek. Na, és akkor fegyverpáncélmód, fú, bele kellene húznunk, mert el fogom cseszni az időt. Kellene egy ilyen langoltét belerakni abba. A puskára meg mit tudnék rakni? A puskára tudok egy ilyen módot rakni, aztán akkor mindjárt. Figyelj, nézd meg mennyit ér. 1241-et megmodulod. 1614-et ér, ugye? Ez ér 600 valamennyit, megmodulod. És már is 995-öt ér, úgyhogy tök jó dolog. Na gyerekek, csapjunk bele, mert köl futni, repülni, száguldozni. És megint milyen szar idő van, hogy itt miért esik mindig az eső ebben a játékban? Gyerekek, miért esik mindig az eső? Várjátok, rá kell nézni a telefon, hogy hova megyek, mert nem árultam el, mi? Hoppa, ide vágódott hozzánk a drahogy. Na, rohadtul messze fogunk menni. Készüljetek föl. A legelső kereszteződésig fogunk menni azon az úton. Várjál, állja. Kellene izé benyom, mert rá fogunk cseszni, mert nagyon sokat fogunk menni. Nem is tudom, hogy oda fogok elérni mindenhova, remélem. Tényleg nagyon-nagyon érdekes helyekre fogunk eljutni. Gondolom, igazából nem volt nehéz revágni, hogy hova, mert... Jó, most nem is tankolok meg. Szerintem annyira nem volt nehéz levágni, hogy hova indulunk. Jött velem szembe a drón, majdnem lövütte a fejemet, itt le kell húzni el. Tesó, hát ne vicceljél el. Na. Figyeld, a drónt ott hagyjuk, figyeld. Ott hagyjuk, és akkor utánam teleportálódik egy idő utánam. Olyan, azt a betyár, hallod? Így izé megugrik, mint a horti lova. Nagyon szuper. Figyeljetek, tényleg nagyon kell veretni. Elérte az izé, Stander belevert az izébe. Az Index belever a kartelbe, vagy mit tudom, mit szoktuk mondani? Jó, veretjük neki, a legelső kereszteződés igaz a lényeg, bár igazából honnan a francból tudja, hol a kereszteződés. Egy rohadt minimap ebben a játékban miért nem tud leledzeni, ha? Egy rohadt minimapot miért nem tettek bele? Nem tudom elképzelni. Na, figyeljetek, akkor elmondom így közben. Látjátok, egyébként itt jó az FPS, látod? Jó az FPS, arra jó az FPS. Ugye mindig akkor rossz az FPS, hogyha több csomó dolog van, sok a zombi, ilyesmi. Abban a városban ugye millió zombi van, és azért ugye elkezd lagolni. És ez nem grafikai probléma. Hiába állítom, kipróbáltam, ha leglóra veszem a grafikát, akkor is pontosan ugyanannyira az FPS. Mert nem grafikai probléma, hanem memória, és... Hát ott itt elkezd lagolni. Memória és processzor, és ez egyelőre nem, egyszerűen nem tudok mit csinálni. Ott a kutya, figyelj meg ide. Megint ide megismert minket a kutya gyerekek. Na, például ugye, hogyha elő letort helyiséget összekötném a másik bázisommal, ugye ezt a bázist a másikkal, akkor itt például föld alatt tudnék közlekedni. Bárhogy minek, azt ne kérdezzétek! Az a lényeg, itt elhagytuk ezt a várost, most én lesek, mert térképet nézek. Sumák módon. Elhagytuk itt a várost, te. Itt lassan könyűnie majd a normál. Figyelj, katona zombi közelében nem megyek, lerúg a francba. Oda néz! Ó, miért köpött majdnem el? Gyerekek, mennyi zombi van, hallod? Itt majd nagyon formulunk ám. Figyelj, nincsen stoppos, nem veszünk meg. Nincsen fék, gyerekek, nincsen fék. Szevasz, tesó! Na. Hol érünk ki? Erre meg nem is jártam szerintem egyébként. Jó gondolom? Ilyen nyugtalankodnak itt a izék, parasztok. Tényleg izé, nem is jártam szerintem erre. Itt majd lesz egy zöld övezetre be fogunk érni. És utána... ilyen marha nagy keresztedődést kell keresnünk. És akkor valamerre arra, gyerekek. Vagy várjál? Aha. Mondjuk itt a zöld övezetbe, ahogy beérünk, a legelsőnél balra is elmehetnék.
a legelsőnél balra, hogyha beérek az öldöveletbe. Beértem, ugye? Jó, akkor itt legelsőnél balra. Ne aggódjál, minden oké van. Figyeld, itt te vegyünk balra. Jó, balra el! Öcsém, milyen köd van, vagy mi van? Smog van? No, figyeld, a csávónak átmegyek a tökén. Jó, bazza, megugratott a merda, tesó. Hát ez nagyon jó volt. Jaj, de jó. Lol. Hoppa, mi ez? Hát itt az aszló fönn a izé. Ez mi ez a fire post? Azt a betyel. Na, mi a szar, gyerekek? Hallod? Hoppa, ez katona egy bázis, tesó. Ha muszáj megnézni a keepernek, nem bír magával. Aztán megfogtam az Isten lábát. Mi figyelj, csávó, gyere, állj! Hoppa! Tökötet előve, baza, a szőlő márkától meg nem látom a izéket. Az XP-t. Valaki meg már itt hegeszt, köszönülő a dolgokat. Nem bírja ki keeper, hogy itt a izé veresse. Mi az ütés? Figyelj, fordítva van fent a fejesre, fülesen. Tudtam. Mert bal oldalról hallottam, hogy a zombi huncutkodik, az közben meg jobb oldalról volt az akció. És fordulva. Nem bírom ki, hogy ne nézzek körül, úgyis van motorom, majd abba pakolunk. Hallod-e? Figyelj, be is jutottunk. Hát ez nem egy védett objektum. Hát meg nem is vagyunk, nem is... Várjál, hol a motor? Hol a motor, tesó? Egyből ledöntöttem ide a botot, azt már lootolok, hallod? De itt megint annyi zombi van, mint a sár. Na figyelj, nem az eladó cuccokat. Próbáljuk meg azokat... Nem az eladó cuccokat kirakni, jó? Ez a nagyon fontos. Hát mondjuk abban nem sok van. Valaki meg köhétsen. Ezt is, meg ezt is. Na! Figyelj, valaki trendet teszek, apám. Fire post. Mi az a fire post? A post az nem bizony? Képes lop. Vagy posta? Tudom, hogy nem. Figyelj, bejött az ablakon a drón. Nagyon ügyes. Mögöttem meg fogadjunk itt. Ezek ilyen egykoptafalra készült épületek. Jó van, szék nem köl. Ezt itt kiütöm seccbe. Az gyerekek olyan leszek, mint a Rambo. A kutya az biztos, hogy van, bár a sörétessel vegyük. Apa! Keeper megéreztek, hallod? Azért ott volt a topon, nem? Kipi. Akkor tudtam, hogy a kutyák azok gyűnek. Te hallod, miért ezeket adja állam, de hát tököm elsülettől, öcsém. Föse veszem. Nem hiszem el, hogy valami jó a ütős lootot nem tudod. Figyelj, eljél föl! Fölvigyázz! Keeper megjött. Kemények vagyunk, mint a Rambo 3, ne viccelj. Ezt meg is iszom egyszer, lehúzom. Húzira. Ennyi volt. Itt se gazdagszunk meg, gyerekek. Sapka, az kell nekem. Várjál már. Figyelj, érdem, hogy itt vannak cifra dolgok. Hoppá, öcsém. Hova dugtátok a zajrét? És tényleg se hova? Nincs semmi zajré. Gyertek ide, elvágom nyakadat, te szórakozzál! Gyere ide! Hoppa! Mit csináltál? Beszóltál Messi mamának? Be? Ide jön, csodálatos csizma, lighting armor. Valaki meg már megint köszörül, de gyerekek már megint elcsúszik az időt a keeper, aztán ide jön. Főforgás, mi van a mosógépben, mi lenne? Paolo! Figyelj, jó ütőszekrény. Oda nézzé! Olyan kaja volt. Tíz ujjunkat megnyaljuk. Kukába, abba lesz a jó út. Ah, francos ember. Jó, nem, de hülyeségeket ne vigyük már annyit. Na, hol vagyunk? Figyelj, sáv ott a héderedék. Oda nézzé! Kukucs! Ez nem vagyunk egyedül. Nem is gondoltam volna. Az meg ott valami koreográfiát levágott nekünk-e. Szevasz! Az már igen, pozíció javából. Figyelj!
Valaki rohangál. Nyugtalankodik. Madarak vagy valami? Semmi se? Hol van itt a főút? Adjátok elő! Olyan vérprofig vagyunk egyébként, gyerekek. Úgy nyomjuk neki, mint a süketek exet. Várja, itt át tudok ugrani? Nem áll, hogy ne tudjak! Át tudok. Most mindig itt parázok, hallod? Ez amerikai zászló is itt van. Oda nézz a... Kiszt a parkőrözik a keeper! Van itt valaki? Azt a betyár úristeneteket, azt hittem meghaltatok. Hát zöld zombi volt, jaj, boré! Hát komolyan mondom, meg úgy lepődöttek a keeper, mint az atom csagyi. Zöld volt a zombi, jaj, boré! Na! A motor meg nem van, a lehéderezik, mi? Keeper meg hülye volt, várjál, ilyen izé, egy darab kutya szarokat ad, ne vigyek. Figyelj, ott van a táska is, ebben van a jó cucc. Hú, looter, valami csoda el! Hát itt megint aztán összeszedte, vagy ízélek ám mindent. De megint, várja, edd meg a ízét, edd meg a rántott húst. Áh, gyerekek! Figyelj, egy darab forgász ólom nem kö, ezt inkább bevisszük helyette, az megint annyira nem kö. Gyerekek, én azt hittem, izé, nem ezek ugrálnak, hanem én ugrok, vagy én esek le. Tök olyan érzésem volt. Shotgun messiás, ebben van a 8-as scope. Nagy lószar van, nem 8-as scope. Jó van, figyelj. Buk! Oda né, mi ez? Military bootsot tudok csinálni, hallod? Nagyon jó. Ez mennyit ér 168-at? Mi a szart dobjam ki? A keeper. Figyelj, 7 darab ilyen large, hogy nem... De egyébként ezek tényleg ilyen useless dolgok, olyanokat dobok ki, úgyhogy nem kell aggódni. Srácok, ne aggódjatok, ne legyen ebből izé... Ne legyen vita tárgya. Ma megint izé, megint előre látom, hogy izé támadjátok a keepert. Figyelj, valaki még mindig rohangál le föl. Nem találja helyét. Incoming enemies, prepare for conflict. Nem mondod, hogy incoming enemies van. Te nagyon átment a pár körbe a keeper, gyerekek. Be tudok venni? Ó, zárva van. Hát talán ez majd megakadályozza a keepert, hogy bejusson. Mindig 5000-re sajtó, hallod? Az a baj, hogy bele kellene húzni. Meg az a baj... Hogy kéne egy mézet innom, vagy valamit. Bele kéne húznom, 15 óra van, már megint elcsesztem az időt, mert megláttam itt a izét. A csodát. Ezt nem lesz itt lószal se. Ó, ott volt a hátizsák. Jó, megint a lószal se nincs. Ilyet beküdünk. Már legalább be van ködve a kezünk. Csákoricsi. Mit csináltál? Beszóltál messzi mamának? Mi vagy te, beépített ember? Na, hát te meg mit csinálsz a kerítéssel? Hát nem vagy... Nem vagy... Az meg idegállapotban volt ez a csávó, idegállapotban volt. Oda nézni, ott aludt. Ja, hát ez semmi, itt jöttünk be. Idegállapotban volt a gyerek, abba gyűjt be. Mit csináltak itt? Dolgoztok? Megy a meló, megy a meló! Ez jó, mert ezt pont el akartam adni. Jó, máshogy el. A buk! Buk, buk, buk! Sajtos torta recept, meg ilyen hülyeségek. Nem mondod. I've got a bad feeling about this.
Ne szóltál? Na! Jó, gyerekek, tényleg nem akarom húzni az időt, úgyhogy tudom, hogy maradt itt loot. És most megint izé lesz. Kijabáltok a képernyőn nagyon durván. Ne, menni kell tovább. Menni kell tovább, mert a cél... A célt el kell érnünk. Vegyük a sörétest a kezünkbe, hard nagy ünnek a madarak. Gyere drónocska, nyomjad neki, mint a süketekek, szóval várjál, hallod, álljál le, meg kell érzem a térképet. Ura, igen, és jobbra kell az elsőn menni, és utána balra az első. Majdnem leesett a izém. Telefonom. Nem az a baj, hanem az... Nyúl! Az a baj, hogyha leesik a telefonom, rásik a felvétel gombra. Na itt meg balra az első, minden nézzetek milyen jó helyek vannak itt, tesó. Ezeket nem bírom ki, hogy ne lutoljam ki. Majd visszafele. Elviszlek benneteket olyan helyre, csoda helyre. Na balra kell az elsőn menni, nem tudom hol, hogy mi van itt érdekesség egyébként. De itt tök jó, mi ez? Kisvárosok, nagyvárosok, minden érdekesség. Nem bírom. És tényleg így várjál, van itt egyetlen balkanyar? Fölednél. Az meg mi volt? Night Club? Elvileg ezen az úton okosban megyünk végig. Itt lesz nekünk egy traderünk! Itt lesz elvileg balra, ha jól jelzi az én kis csodálatos térképem. Örülnék neki. Ez rohadtul nem trader gyerekek. Vagy igen? Nehogy már ilyen legyen. Gyerekek, ez nem trader, ez izé kukoricafarm. Tudod, vagy még odébb van? Na várja. Baze, elhozt... Eljöttem rossz helyre? Komolyan mondom, én azt hittem, hogy itt trader van, ez a baj. Na, ezt is kirakom. Kirakjuk az olyan dolgokat, amik... Amiket nem akarok eladni, tudod. Igazából azok maradjanak meg. Mi a szar? Kukoricafar? Mondjuk ez meg egy jó... Hallod, annyira jó ez a játék, hogy az a baj. Mennyi nem hallja. Az a baj, hogy mindig van valami tök jó érdekes cucc, amit megnézel, eljutsz valahova. Tök jó érdekes. És van 34 kukoricám, rohadjál meg már megint mit szerezett a képet. Hallod, itt egy ilyen épület, és tök jó lehet biztos kilutolni, de nem, nincs időm megállni. És ugye én erről beszéltem annó, hogy lehetett volna egy ilyen nomád, ilyen mászkálós részt. Egy-két részt, hogy tényleg ilyen nomád körülmények között próbálunk élni. Hoppa, csaj, ugrattál egyet, mi? Jó van. Na aztán, hogy erre mi van, meg hogyan, elvileg én úgy néztem, hogy erre van egy trader, de úgy látom, akkor elcsesztem. Mert én nem látok tradert itt egy darabot sem. Ugye? Na jó, meg kéne nézni a térképet, mert itt most meg van egy kereszteződés. Van egy kereszteződés. És van itt egy tó. Hát akkor ez hülye volt. Ott nekem trailert mutatott. Akkor ez el van csődve, gyerekek. Akkor megyünk tovább vissza. És elmondom nektek, hogy ezen az úton... Lát a folyón... Gyerekek, nagyon messzi van. Nagyon messzi van. Nem tudom. De nem értem, hogy miért nincs egy trader. Tényleg én ugye... Apa. Az én kicsi mapom az úgy mutatta, hogy itt van egy trader. Na hát akkor próbálunk elmenni a másik irányba. De milyen a nagy kör erre, meg itt az eső helyett, ez van a sivatagban, meg esik, vagy mi van? Akkor már lenne sivatag. Mondjuk ez a köt se jobb. Ez a látótávolság csökkent, és ez egy őrül. És ez biztos, hogy nem egy trader. De nem lehet ez trader. Hogy lehetne? De ez itt nekem trader mutat. Mi van itt, tücsél? Most...
Hogy megszívjam. Nem figyelj, hogyha trader lenne, akkor izai lenne, tudod így. Bummanna egyet. Mint ez nem trader. Mindjárt kifogy az üzemanyagunk. Jó, akkor megyünk a másik irányba, bocs, az gyerekek. Várjál! Pont nincs mézem, mi? Vaj, az a drón. It is a pleasure to serve. Nincs nálad méz, tesó. Pont, hallod, minden, mindenféle ital van nálam. Sör, rettél, meg minden szar, de méz nincs. Nem baj, ott hol van az ellenszer, vagy minek nevezik. De figyeljük, hogy nincs-e valahol trader igazából, akkor nem tudok hagyatkozni a mapomra. Na jó. Mondjuk ezzel a látótávolsággal aztán nem tudom, hogy észre fogok-e venni trader. Maximum akkor veszem észre, hogy így neki megyek így is izomban. Az meg egy ilyen... Az meg egy ilyen... Mi nevezik? Ilyen ócskás, ilyen... Ami beviszed a... Bizományi értékesítés, minek nevezik azt ilyen csicskagyász idején szóval. Zálogház volt. Várjál, mi ez? Jó, tök jó. Tök jó, hát hogyha nem megyünk el közvetlenül egy trader mellett, akkor nem fogjuk észrevenni. Az mi a szar? Ilyen fa egyébként, ezt mondtátok, hogy ezt érdemes szétverni, mert lehet, hogy van benne méz. Valahogy nincs akkor a szerencsém, nem? Valaki azt mondta, hogy ez verje szét is van benne méz. Erre meg öcsém 60 fát adott, ez csácsomi. Jó, jó edvertél, tesó. Ezek ilyen sima házikók. Jó, megyünk még arra. Nézzétek gyerekek, hogy van-e trader vagy akármi. Lessetek. Most megyünk át egy hidon. Hát igen. Ha sikerülne, elvileg. Nagyon pont kifogyott az üzemanyagunk. De még jó, hogy hoztunk, látod, tesó? Ezt már veredhetjük is tovább. Egyébként lehet, hogy én vagyok tévedve, lehet, hogy nem is az én. Lehet, hogy tényleg jó volt a map, de itt, várj, itt kéne lenni egy folyónak mellettem, ugye? Aha, jó. Megpróbálunk felhajtani még egy trédet, és meg akarom nézni, hogy nála mi van. És nem is tudom, mit akartam a következő részben. Megint van egy nagy tervem, csak nem jut eszembe. Az megint nagy terv lehet, mi gyerekek, hogyha nem jut eszedbe a terv. Egyébként tényleg van. Gyerekek, egyébként nagyon sok cuccot gubiztam most, ugye? Most látszok, akkor ezen az úton megyek végig, ugye? Akkor át kell jutnom még egy hidon. Elvileg. És ha átjöttem még egy hidon, akkor kell balra fordulnom elvileg. De biztos. És akkor itt ezután lesz egy balkanyar, és itt el kell mennem. Hát elmondom, esküszöm, most sem tudom, hol vagyok. Csak így nézek egy ilyen térképet, egy ekkora térképet, amin így próbálok így navigálni. Itt kéne lenni egy balkanyarnak, ami nincs. Mondom, megint mi? Én nem volt balkanyar. Megint van egy híd. Jó, hát akkor legyen balkanyám most, vagy valami legyen ma. Hello! Tesó! Íbaza, itt leír a verd a gyerekek, nagyon alacsony. Hoppa! Hoppa! Valami városszerű képződmény. Ezért nézzük nagyon, gyerekek, ha kutat láttok. Mert a kutakban van egy kut valahol a mapon, nem tudom pontosan hol. De... Majd hol vagyok most? Igen, ez valami Böszmen nagy város. Igen, ez egy ilyen hatalmas város. És itt, ez az északi fele lehet most, vagy melyik?
Az északi fele, igen. És balra kellene elmennem. És akkor jók is lennénk. Itt, itt, itt. Ugye? Ha, és ugye elvileg havas tájra fogok beérkezni. És a havas tájra, ahol baza itt meg már megint elágazik. Ne örítsél meg. Elvileg jobbra. Ha havas tájra beérkezek, akkor onnan nem messze van egy trader. Ja, de egyébként akik többet játszanak, azok majd biztos meg fogják mondani, hogy az előzőt ezt miért nem találtam meg, azt valami módosítottak rajt, vagy pedig én voltam ilyen totál hülye, vagy nem tudom tényleg. Na itt a havas. És akkor itt kellene lenni valami trader csávónak. Figyelj, rövid gatyában itt a császkátok, az nem csoda, hogy megfásztak. Figyelj, még esik a hó is. Nem is tudtam, hogy fog esni a hó itt. Gyerekek, itt meg tudok fagyni, vagy valami lesz. Uha. Milyen? És csökkenni fog a HP-n, vagy mi lesz? Bazza, itt hideg vagy gyerekek, te. Hallod, az szép lenne, itt megfagynék, vagy nem tudom. Motorozok itt télvíz idején. Szerintem már bőven kellett volna találnom. Ujjaj, 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 gyerekek. Várjál, megállítom az időt, mondjam el. Hogy nem lehet ragyítani, hogy a rosszabbbe vette meg? Ki az a hülye, aki csinálta ezeket a bombokat, hogy nem jó? Itt mutatja a trailert. Várja. Nekem is bombokat hoztak le, esetleg rá tudnék nézni, nem? Nézzük itt jobbra, jó? Nem tudom, hogy ez hogy fog működni, hogy elkezdek fagyni, vagy hogy? Mert az úgy jó buli lesz, hogyha elkezd menni a HP-m. Hoppá! Végén meg ma azért lett a keepernek, gyerekek. Juhú! Hol kell bemenni, mert lefagy a tököm. De jó! Találtam egy sheltert. És akkor itt miért nem... Itt jobban érzem magam? Jobban. Jaj, de jó. Szevasz, haver! Mi újság? Találtunk egy tradert. Na, mi van nálad? Várj, először én is eladom még a jövő hetet is neked, tesó. Hogy úgy készüljél. Valami ütnék a zombi valamit. Remélem nem a motoromat. És én mindig fázok. Mondjuk ez a csávó is be van öltözve rendesen, mi? Ezt is eladjuk, ezt is eladjuk, ezt is eladjuk. Ezt is eladjuk. Ebből van 4. Ezt is eladjuk. Mi az, hogy nem érdekli az item? Mi az, hogy nem érdekli? A figyeled, miért? Tesó, az előbb megvették 2-t. Most mi derogál, vagy mi az? Ezek jó pénzt érnek el, mondani. 1600 csak ez a puska. Jaj! Hát tele leszünk mind a győri boszt, gyerekek! Mi volt az a morgás? Úristen! Hát mennyi pénz? 14 000-nél vagyok már. 14 000-nél. Na nézzük, mi van a tarsolyban, mi van a tarsolyban? SWAT helmet! Egyébként azt a SWAT helmetet, de csak ez egy 1-es. Azt mondtátok, hogyha ilyet találok jobban, akkor azt nagyon-nagyon használjam, mert nagyon epic. Várjál már, így meg tudom nézni. Az én composite crossbow az 3-as. Itt van egy eladó 3-as, de hát akkor azt szarni rá. Így finoman kifejezzük magunkat. Na, modifikációk érdekölnének. Ez mi? Ez nem modifikáció? Ez ennyi? Van egy csomó ilyen tanulható, de egyébként majd minden megvan nekem tanulva, látod? Hát akkor ezt cseszhetjük. Már megint eljöttünk a sebiért. De azt hittem, hogy itt fogunk. Hoppa! Nézem. Elmegy, várjál már. Mert ugye ha túl lerakom, akkor így elmegy. Na. Azt nézem, hogy nem nagyon vannak olyan dolgok, ami nekem kéne, mi? Van 10 potátor. Na viszont ez érdekelhet engem, gyerek.
Mennyire vett? Nem volt drága, jó van. Még forja is vagy. Gyerekek, van egy antibiotikumot, vegyünk azt, akkor meggyógyulunk, vagy pedig majd egy izét. Egy mézet, vagy nem tudom. Mindjárt jó. Hopp, itt vannak izék. A kaják között vannak. Oda néz, van 15 kukoricája. Azzal együtt akkor már lett 49-ünk. Jukka juice, köszi, nem érdekel a csisajt. Nézzük, itt ezeknél. Antibiotikum. Hát figyelj, kell legyen venni, mert nem van amortizálódva a keeper. Hát nem vagyok boldog, mert nem annyira vannak jó cuccaid. Tesókám, megmondom őszintén. Armor esetleg, clothing, van külön armor, ja. Iron, ezek, amik... Ez a Steel Gloves, ami jó neki, de ez is hármas. Most azért nem fogok pénzt adni. Jó, tesó, nem vagyok lenyűgözve tőled, megmondom őszintén. Viszont... Az mi a szar? Ilyen hangot én még nem is hallottam. Ez nem viccel, akárki ez. Ez valami, mi ez? Ebben nincs ilyen... Ma... Mi a szar? Ez a hal. Tehát a fölkészülök, gyerekek. Ah, mi a rák? Valami cica. Cica! Jó van, öcsi, nyugodjál meg szépen. Lőszer! Figyelj, az a gond! Jó, hideg is van. Menjünk a frasztba. Nem fogtuk meg az Isten lábát. Oda nézve. Ez mi az a shelter? Ez mi van? Hogy a franc? Gomba! Le is vettettem? Le is szedtem? Nem. De itt legalább nem fázok. Mondjuk az antibiotikumot, ha már megvettem, akkor együk már meg. Ilyen szét kell verni, mert mindig elfelejtem. Ó, nem tudom szétverni, de hülye vagy. Gyerekek, mi van itt a pincében, hogy le lehet költözni szinte te? Csak ugye az a baj, kicsap innen. Érdekes, hogy itt ez... Hopp, figyelj de. Érdekes, hogy így végig lehet utolni egy ilyet. Ennyi volt, és eddig eljöttél, van itt egy izza, itt egy semmi. Ja nem, itt föl lehet menni. Zárva, gyerek! I've got a bad feeling about this. Nem mondom neked, ez a... Izébe vezet, a csávó mögé. Érdekes ezt... Gondolták, készítők, hogy megcsinálják, majd úgy, hogy meg lehessen ölni, vagy miért? Miért van egy csapóajtó mögé? Mi értelme van? Nem igazán értem. Na jó van, kéne húzni a francba, mert 19 óra valamennyi van. És akkor... mentünk egy ilyen jó nagy kört. Megmondom őszintén, hogy akkor már valami ilyen környéken mennék vissza. Hogy akkor már úgy menjünk vissza, amelyre még nem jártunk, érted? Hát, hogyha találunk olyan dolgokat, amik érdekesek lehetnek. Ja, hát eljöttünk ide, a másik trader-t azt írjátok már meg nekem, hogy miért nem volt ott. Elvileg ugyanazt a mapot néztem, az előző trader az nem volt, ott egy Puma More. Ja, de ez leszed a motorról, nem leszek boldog. Jössünk ki ebből a hidegből, mert ez lehet, hogy nem tesz jót. A tökem rá... Mi az a hang? Fut utána a Puma, vagy mi van? Hát, ha megfogom az Isten lábát, de sose, hallod? Sose! Sose adja be a... három cseresztjét. Ez egyébként tök jó ez a havas rész, az ilyen... Long Darkos. Nem? Ilyen Long Darkos. Nem Long Drive, hanem Long Dark. Ez itt víz. Jó, gyerekek, egy víznél majd megállunk, de lehet, hogy nem ennél. Rendesen féltem, hogy belemegyek, mondom, megfázom. De egyébként lehet, hogy lett is volna esélye rá, hogy... Incoming
incoming enemies. Prepare for conflict. Jó, nyugodjál meg. Elrúg a verdóba. Valahogy be kellett jönnem ide. Izébe, az erdőbe. Nehogy ámbozutom mennyi, hülye gyerek. Ugratok át mindenen. Na, itt egy út. Várjál, már nekem mennem arra. Akkor itt szépen elmegyünk arra, és utána meg jobbra. Figyelj. Álljál már meg egy... Lutoljunk kocsikat, kocsikban néha egy tök jó cuccak van, meg van itt ilyen dobozkán. Mondom, hát ha érted... Kapok valami tök frankó dolgot, de erre meg nuku semmi sose. Hát jó. Nem mondom nektek, a legnagyobb dolog, aminek örülök, itt a... Amióta itt... jó van, akkor vegyünk fel minden. Amióta eljöttünk, az a kukorica, meg a krumpli. Többi az egy mindegy lószar. Meg hát igazából pénzt jó szereztünk, de azt eladhattam volna közelebb is. Nem sok értelme volt. Jó, elmegyünk erre. Jó, nyugodjál meg, nyugodjál meg. Elmegyünk erre, megyünk haza. Le kell szüretelnünk. Az éjszaka egy kicsit lehet, hogy oda fog telni, hogy kicsit összefakolunk, összeszedjük magunkat, átgondoljuk, mit fogunk csinálni. Tényleg ezt nem értem, hogy az a trader az miért nem volt. Hát tényleg azt a térkép szerint az akkor kell volna lennie, és nem az nem ott volt. Na most már egyébként bejárjuk az egész mapot szinte. Örülök neki, hogy eljöttünk, mert egy kicsit egy ilyen felfedező túra volt. Na, menjünk balra. De az még belefér. Egy kicsit még kalandozhatnék én van a képernek, hát ha meglátja, mit tudom én, máshova helyezték a trader vagy valami. Vannak ilyen jó kis kecók, ezeket így tipikusan így berohannék, azt szétdarálnám ők, mint a szar. Mindenként az ismerős a környék. Annyira szeretnék így izélni, így akciózni, valahogy az most úgy bejön. Kellene csinálni egy csomó lőszert, azt akciózni egy csomót. Nagyon, azt így élném. Ez mi az egy ilyen lakókocsi park? Az abban ilyenekben szerintem nem nagyon van jó út, érted? Nem? Most egy ilyenben milyen út van? Mit termesztenek? Jukka. Most ebben nem tudom elképzelni, hogy ebben megfognám ugye az Isten lábát, hogy... I've got a bad feeling about this. Nem? Azért egy, mit tudom én, egy nagyobb épületbe tudod? Egy tier, dier 4-5-ös épületbe talán jobban jönnének. De egyébként arra gondoltam, meg itt látok is, hogy lehet, hogy neki kell állni küldetéseket csinálni. Főleg vannak ilyen durva küldetések, valami speciálisak, amik adnak nagyobb lootokat, vagy esélyem lehet rá. Nem tudom. Jó, van, azt lassan csorgunk hazafele, jó? Figyelj, templom, meg minden. Jó, ez az izé! Elütöttem a... Ezt tényleg elütöttem a gyulat? Na várjál már. Szerintem egy gyulat elütöttem. Véletlenségből. De hol? Biztos írjátok, hogy ott az orrod előtte. Esküvő nem látom, hol ütöttem el a nyulat. E futod, vagy mi van? Ott fut baza, Erlord, nem lett semmi baja. Elütötte Keeper. Ez meg egy ilyen western város. Megjöttünk a sivatagba, már megint ide jönnek a... Nem mondod, hogy elfutott. Jönnek a kesejük. Jó, van no problémo. Metalworks, tök jó. Fegyveres nincsen? De jó, meg van csinálva egy ilyen Westervár falu is, vagy ilyen város. Nagyon bejövős. Mi, jön valami, tesó? 20 óra 22, hallod? Itt van nem messze az ide, az első bázisra, emlékeztek? Ja, hát remélem, hogy emlékeztek, hát nem voltak olyan régen. Na, fölvágódunk a strádára, azt kiutatjuk, gyerekek.
Hallottam a időt, keselyült. Elüttem a szárnyat, tövít! Ha nézzünk ezekre, hátha, gyerekek, hátha. Hátha bármi jó dolog, mert ha már egyszer eljárunk, akkor kilutolunk mindeddi. Ezekben nem is lehet nyolc, vagy nem tudom, miért nincs az sem. Ne legyünk telhetetlenek, nem? Az biztos rám repült volna. A Madagaszkar! Jaj! Mennyi előre? Na, termelékenységet is egyébként meg kéne nyomni egy kicsit. Várjátok, itt volt egy izé. Volt egy fegyverszekrény, azt lehet, hogy nem vertem ki, nem? Kivertem, nem emlékeztek? Jó lenne egyébként. Na. Gyere, gyere, gyere át a lukba, ha tudsz, haver. Na ide üldözzél. Gyere, gyere, utána, ha mersz. Hoppa. És beszívtad, mi? Gyerekek, újra termelődtek. Nem? Nem. Csak a zombik? Na, hogyan? Nem vertem ki még. Elé ütötté! Buktad! Körből kimaradsz! Ezt meg körbe lőttem, ez összeszartta magát, biztos. Jaj, a madárról megfeledkeztem! Na, kiverem gyorsan, jó? Itt a sorokba. Hova kell bevenni, vagy mi van? Most mit csinálok? Hallod, úgy megkeveredtem. Nem áll, hallod már megint. Hol? Jó, így verjük ki. Ha bejönnek az ajtón, akkor fejbe verem. Sákály fokával. Mi van ma? Nem, hogy megkerüljék a falat, itt ütik, hallod? Tudtam, hogy nem lesz be... Ez a luter dolog, jó. Több bizony, trezet találok, nem? Megvan a tébolyodva, gyerekek. Megvan a tébolyodva. Rock and roll! Na jó van, aztán vége a mulatságnak. Vége van a mulatságnak, mert kipörnek mennie kell haza. Nem elég így használjátok a fákjámok, meg ilyen hülyeségeket. Hoppá! Na, kiúzatjuk, megyünk! Meg kell nézni, hogy hányadik napon lutoltam ki itt a lőteret, meg a többit, meg a bányát, tudjátok. Mert például a bánya, ez lehet, hogy elég hamar, nem, mondjuk nem olyan hamar. Ez meg rám, bár ördög. Te hallod, nem tudom én ezt lehagyni, mit üzélek vele szórakozó? Figyelj, ez lett... Most nagyon húzatom. Jaj, ne jön! Ne, eldrop! Öcsém! Meg benne lesz a süt krumpli! Mi van, meg... Jó van, nyugodjunk meg, jönnek a madarkák. Na, a airdrop. Kukorica. Ez milyen? Főtt? Menj a francba. Szerintem valami csodát megfogtam megint az istállával. Hallod, megint nem izéltem. Megint nem. Nem vettem vizet valahol. Kivárom a...
Imádom az ezeket, komolyan mondom, a sivatag, ez egy öröm. Öröm, boldogság. Hol a francba vagyok amúgy? Atya, Isten, gyerekem. Várja, olyan szinten be vagyok keverelő, azt sem tudom, hogy vagyok. Gyerekek, nagyon masszív vagyok, átkövenni a hidon, azt még itt jön le. Ó, jaj! Elkeveredtem erre, nem is szoktam én járni, vagy nem tudom, kapcsoljuk föl. Nem, már megint esik. A sivatagban az, mindig esik. Itt egy benzinkút, de jó. Hát erre nem is jártunk, gyerekek. Nem itt volt annó egy bázisom? Hallod, hol vagyok, bázis? Végig kell itt mennem, vagy mi van már? Hú, öcsém! Ez nem jó jár. Kicsit parádok. Nincs nulla látótávolság, már megint meg jó messze. Egy kilométer? Jaj, te fiú! Hát te már meg ilyen hülyeséget csináltad. Ez egy ilyen kis bókás gameplay volt, bocsánat, értel ki. Komolyabbra számított, így volt kedve mökörködni egy kicsit, szóval én élveztem. Havás nem is, mi? Ja, itt van a izé, itt van a... Ott a kenyérgyáré. Ott dolgozik a Maci néni. Ja, a Mari, a Medve Mari. Volt egy olyan izé, volt egy olyan munkatársam. Ez volt a neve, hogy Medve Mari, gyerekem. Komolyan. Jó, van, 21 óra 41, biztos haza nem érünk, úgyhogy futkosó zombikkal fogunk motorozni. Meg ráadásul nulla látottam, azt sem tudom, merre megyek, komolyan mondom. Úgy utálom. Van egy kencsünk, majd ki kellene ásni a kencset. Egyébként ez, ennek nem változik az ideje a Game Stage-től, hogy milyen kincset ások ki, mert igazából annyira szarokat szoktam kiásni. Valami shotgun izét kaptam egyébként dobozt, azt majd meg fogjuk nézni, kibontjuk. Hallod? Megyek, mint a világtalan, azt sem tudom, hol vagyok. Gyerekek! 47. Hú, micsoda vihar van, te! Kéne fogyjon az üzemanyag, mert az még hiányozna, hallod? Na, ugye itt tekére vágtattam jobbra. Itt az erdő, nem? Olyan sűrű, nem merek emenni itt. Várjál már. Jó, egész jól hazaérünk. Kéne fogjon a üjelmanyag, aztán minden jó. Ha mentünk egy nagy túrát, át fogom nézni mindjárt térképet, hogy most akkor mi van. Huszor egy 54 gyerekek, mi úgy kiszámítjuk ezt, hogy mindig az utolsó pillanatban vágódunk be, figyeld. Figyeld, hallod? Hallod, ezt komolyan mondom, hogyha lemértem volna az egész távot, meg kiszámoltam volna 5-ször, figyelj, 56, 57, oda nézzél, hallod? 57, 58. Nem mondod, ez ki volt találva, nem? Abban a pillanatban, amikor betettem az ajtót. Ezt még beteszem, mert itt huncutkodnak ám néha. Ja, meg holnap után, 33. nap, holnap után zombi horda. Talán keményedik egy kicsit, mindig olyan gyengék ezek. Na, figyelj, meg akartam nézni ezt a shotgun valami csodát, egy kicsit egyéb feladba ezt beledobjuk, amiket nem köllenek. Mit röpködsz itt, Moré? Mit röpködsz? Szkrepeljük le. Jó. Megnézzük, várjál. Ez kíváncsi vagyok ez. Yes mod. Ranged mod. Random ranged mod. Open. Azt a betyár gyerekek, mi a szarokat kaptam? Ez micsoda?
20% esélyem van, hogy mit csinálok a izével? Kriple egy lábat. Egy lábot leszedek róla? Vagy mi ez? Azért ez nem rossz. És van egy izé red dot. És azt mondtátok, hogy izé, hogy ez, ezt használ... Hogy pisztolyra ezt használjon. Inkább a red dotot. Várjál már! Akkor ezt izéljük, modizzuk. A scope-ot le, és megpróbáljuk vele rajta red dotot. Kíváncsi vagyok, hogy az milyen. Nem figyelj, nekem a scope is bejött. Ez csak egy várj, és mennyi időt módosított rajt? Sebzés 49. Megmondom őszintén, nem tetszik nekem annyira ez. Ugyanazt a sebzést adja, várjál? Még akkor megnézem ezt, hogy mit ad. 46. 49. Figyelj, rakok rá ezért. Rakjunk rá ezt, a... meg ezt. És akkor tudok. Bár mondjuk, és ezt nem tudom rárakni a izékre? Nagyobb kaliberekre? Azt írja, hogy kisebb kaliber. Négy gondolom lehet, hogy hatékonyabb is. Ez ami van? Ezt helyett ráraknám erre, ezt rá tudom. Nem, és ezt mondja, igaz? Ez az, hogy nem engedi rárakni. Viszont ezt... Lehet, hogy rárakjuk ezt. Akkor ez csak kisebb kaliberre tudja, például pisztolyra, ugye? Mondjuk az lehet, hogy jó lenne, mert akkor azzal tudnék. Nem kéne erre ráhagyatkoznom, hogy csak ezt használom, ugye, amikor lopakodok. Hanem a pisztolyjal is tudnék. Viszont itt van most a tármódosító. Ezek már nem férnek el. Ja. Hát jobban örültem volna egy idejének. Ez mennyit ér? 90-et ér egy ilyen dörrhely. Ja, jobban örültem volna egy 4x scope-nak. Ez kíváncsi vagyok. Én csak az ugye most a 16-os tárja lett megint csak. Mivel lejjebb értékelődött. Azt a betyár, gyerekek. Neki ilyen nagyon, nagyon kis szolid hangja lett. Tök jó, várja, ilyenkor a... Tök jó. Érdekes, érdekes. Van egy mest, vagy egy hangtompítós pisztolyunk. Majd esetleg írjátok meg, hogy nem jó másra. Mint ez a modifikáció. Amit még érdemeset találtunk, az ugye lett egy csomó kukoricánk, meg lett egy csomó kukoricám, hol van, 49. Tehát abból tudok csinálni közel 10 magot, ebből tudok 2 magot csinálni. Úgyhogy már az egy jó dolog. Jó, srácok. Ebből tudok valamit, nem ezt meg tudom enni. Egyébként tudok főtt kukoricát, érdekes, hogy főtt kukorica leviszi a vizemet. Nem vágom, hogy miért. De hát jó, elhisszük neki. Jó, a gyerekek, szerintem ez ilyen részlet. Gyors még a térképet, hadd tekintsen meg. Úgyhogy itt elég jól végigjártunk. Ugye itt van a... Itt van egy küldetésem is. Itt van a izé, itt van a nagyváros, itt végigjártuk. Ugye utána átköltöztünk ide, itt felfedezgetünk, de egyébként nézd már! Még mekkora hely van? Fölmentünk erre, itt keszek húszva mindenfele, eljöttünk eddig. Nem találtam meg a izét, a trédet, ami azt hittem, hogy itt van, de nincs itt. Ez mi? Ez semmi, ez egy piszok. Eljöttünk erre, itt sem volt trader, itt sem volt trader. Eljöttünk erre, várjátok egyébként, meg tudnám nézni, hogy a trader, mondjuk itt így néz ki. Ezeknek lehet, hogy az alapterülete hasonló. A trader itt így néz ki. És a trader itt. Hol vagyunk? Így néz ki, mindenhol máshogy néz ki, úgyhogy így nem fogod tudni beadonosítani, Keeper. Ne is erőlködjél, ugye?
Ennyire akkor lehet bármelyik. Ilyen kisebb object. Akár ez is. Na ugye például van is, itt is van egy trader, ez. Hát ja, jó van, oké, gyerek. Ja, itt van egyébként egy ilyen nagyobb város, sőt ez egy baromi nagy város. Ezt is érdemes lenne átnézni. De hát még közelben is vannak nagyon sok olyan dolog, amit érdemes lenne. Jó van, gyerekek, szerintem ennyi lett volna. Majd írjatok meg még olyan helyeket, amit érdemes lenne, vagy pedig csináljunk küldetést. Írjatok, hogy tényleg mit lenne érdemes. Ezt a széfet itt megjelöltem okosba, mert de már ugye ki is pucoltam egyébként, ezeket tudom törölni, ezeket a... lokéteket? Ja, itt van, ugye? Ezeket tudom törölni, itt van. Lehetséges egy. Például ezt ugye, nem tudom, mivel tudom törölni. Most már jó. Safe. Boat és a hátizsák. A hátizsák az egy maradjon, jó? Ja, várj, a hátizsák, az igen, az is tűnjön el. Ja jó, végre kiszedtem őket, mert ezek amúgy se kellettek. Jó van, gyerekek. Na, igazából akkor ennyi lett volna. És akkor a következő részben folytatjuk. Írjátok meg, hogy igazából legyen, mondjátok meg ti, hogy mit csináljuk. Én hajaznék arra, hogy elmegyünk mondjuk ide, akkor megküldetést csinálunk. Szerintem ez kellene, meg ugye éjszaka van, úgyhogy le kellene szüretelni, jaj, azt is megcsinálom, de szerintem ebben a részben már nem akarom belesűríteni. Egyébként tök jók vagyunk, szerintem, még mindig. Sőt, szinte már laza az, amit itt tudunk művelni. Egyébként kitaláltam egy olyan beteg, durva védelmi rendszert, ami nem is csalás, de mégis szerintem nem, egyszerűen legyőzhetetlen, komolyan. Azt már szeretném megvalósítani. Lehet, hogy az előretolt bázisunkra a következő zombi horta után meg fogom valósítani, és nem, tényleg nem trükk, nem csap, nem olyan, hogy most így repülőbázis, de egy védhetetlen bázist. És szerintem nem tudom, hogy ezt használták-e, vagy próbálták-e, de meg akarom csinálni. Én úgy gondolom, hogy ezt meg tudnám csinálni. Azt a szart meg el kellene mondani, mert mondta itt mind az állat. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, jók legyetek, csumi cső!